Sziasztok! Épp most készülök összevágni a heti összefoglalómat, de előtte néhány főpontban elmondanám, hogy mik történtek a héten, mert egy csomó jó dolog történt, és csomó olyan, amiről beszélni szeretnék. A legfontosabb az, hogy elkezdtem egy edzővel dolgozni, és életemben először másra bíztam az edzéseim programozását. Erről egy kicsit szeretnék majd beszélni, és bemutatni azt, hogy hogy épül fel az edzésprogramom, illetve hogy ki ez az edző, és kivel dolgozom. A másik tök jó dolog az az, hogy úgy néz ki, hogy mégis egyel alacsonyabb súlykategóriába be fogok férni, mint amit gondoltam. Illetve a heti edzések is tök jól mentek, és néhány érdekességet itt is szeretnék majd veletek megosztani. Nézzük, hogy mit történtek a héten. Na, a ma reggeli méreckedést láthatjátok most itt. Ezzel kapcsolatban azt kell tudnotok, hogy egy elég bén a háromlábú mérlegen mértem eddig magam, és ott konzekvensen 95 kiló körüli volt a testsúlyom, és vettem most egy mérleget, eljutottam idáig, és az elmúlt napokban 93 kiló körül volt végig a testsúlyom, és ez marha jó, mert azt jelenti, hogy be fogok férni már biztosan különösebb diétázás nélkül a mínusz 93-as súlycsoportba. Na és akkor pár szót az edzőmről. A videón is látható úriember Hani vette át az edzéseim programozását, hát a hét kezdetétől, ez volt az első hét, amit már együtt fejeztünk be. Azért volt erre szükség, mert nagyon régóta gondolkozom már azon, hogy az edzéseimet más kézbe kéne helyezni, hiszen nem feltétlenül jó az, hogyha az ember magának programozza azt. Sokszor hajlamosak vagyunk túlgondolkozni azt, vagy nem látjuk teljesen objektíven azt, hogy honnan, hová szeretnénk eljutni. Egy-egy rossz edzésnap az befolyásolhat minket abban, hogy a programot utána hogy építjük fel. És jobb megoldás az, hogyha van egy olyan ember, aki kívülről a saját érzelmeiktől mentesen tudja a folyamatot kontrollálni. Hani elég erős egyébként, és elég szép eredményeket ért el. Kint volt juniorként az IPF világbajnokságon. Jelenleg 295-ös felhúzás, 260-as guggolás és 165-ös fekvenyomása van a 105 kilós kategóriában. Tehát jó eredményekkel rendelkezik, és az eddigiek alapján azt tudom mondani, hogy nagyon lelkiismeretesen és komolyan programozza az edzéseimet. Az edzésprogramról pár szót. Az előző ciklus egy volumen alapú erőblokk volt, ami azt jelenti, hogy nagy mennyiségben, viszonylag nagy mennyiségben és ilyen közepes nagy súlyokat használva, a főgyakorlatokat szem előtt tartva próbálunk a lehető legnagyobb erőt és izomtömeget építeni. Ahogy láthatjátok, itt ilyen 7 és 10 tonna közötti súlyok voltak guggolásban, csak ezzel szerettem volna érzékeltetni, és 75-82%-os intenzitás. A mostani blokk az kicsit alacsonyabbról indul, és 6 tonnáról, és 8 tonna környékére érkezik meg, viszont az intenzitás már 80-85% között lesz. Itt a programból láthattok egy kis részletet. A lényeg az, hogy fontos észrevenni azt, hogy mindig egy kicsit lentebbről építkezve és felfelé haladva kell a volument felépítenünk, és utána egy kicsi visszavétellel az új blokkot erre ráépíteni. Nálam most az történt, hogy az előző edzésciklus végére, az utolsó 6. hétre már teljesen kivoltam, már éreztem, hogy fáradt vagyok minden nap, már éreztem, hogy a lábam, a hátam nem tud úgy regenerálódni, és ez a mostani 0. hét, ez most jót tett olyan tekintetben, hogy egy kicsit ki tudtam ezt pihenni. Ugye látjátok, nem volt olyan őrült kicsi a volumen, hiszen csak 7 tonna körülre, 6 tonna körülre vettük vissza a guggolásnak a volumenét, viszont ez elég volt ahhoz, hogy egy mínusz 40% körüli csökkentéssel ki tudjam pihenni az elmúlt ciklusnak a fáradalmait. Itt láthatjátok azt, hogy a volumen és az intenzitás hogy fog majd változni. Természetesen az fog történni, hogy a volumen és az intenzitás is nő, utána a volumen csökken, az intenzitás tovább nő, és a verseny hetén, és a verseny előtt egy másfél-két héttel a volumen le fog csökkenni nagyon, tehát kevesebbet fogok dolgozni, viszont nagy súlyokkal próbálok regenerálódni a lehető legtöbben és legjobban, és aztán egy kipihent állapotban a nagy súlyokhoz jól hozzászokva teljesíteni magamhoz képest egy olyan maxot, amivel a maximálisat ki tudom hozni a jelenlegi izomtömegemből és technikámból. A héten a guggolásokkal szeretnék kezdeni, itt egy 132 kilós guggolásban volt 5 ismétlés. Mint mondtam, ezek viszonylag könnyű edzések voltak. Oda is írtam mindegyiknél az RPE-t, ugye ez azt jelenti, hogy a szetnek az észlelt nehézsége milyen volt. Ez egy 6 és feles volt, ami azt jelenti az én szótáramban, hogy olyan 3 ismétlés tuti benne volt még, de inkább 4. 137-ben a 4 ismétlés az szintén ilyen nehézségűre értékeltem. Az az érdekes ezzel kapcsolatban, hogy amikor kicsit fáradtabb az ember, akkor
ezek sem tűnnek olyan könnyűnek, és ezen a héten is igaz volt az, hogy 6 és feles RP-je, és nem volt olyan nehéz a szett, de amikor kiemeltem, akkor már éreztem, hogy így a hátamnak nehéz, és hogy úgy tudjátok, milyen az érzés, amikor aláállunk a rúdnak, és érezzük, hogy kiemelésnél már olyan nehéz. De aztán végig kell ezen vergődni, és végig kell küzdeni ezeket az edzéseket, és szépen lassan egyre jobb lesz, ahogyan egyébként a hét folyamán egyre jobb is volt. A guggolásokkal kapcsolatban egy új kihívás volt most ezen a héten, ugyanis elkezdtem tükör nélkül guggolni. Én régebben mindig így csináltam ezt, és javaslom mindenkinek, hogy szokja meg tükör nélkül a guggolást, hiszen versenyen ugye nincsen tükör, és hogyha ezt így megszokjuk, akkor stabilabb és jobb lesz a guggolásunk, hiszen a tükör kicsit el tud minket téríteni. Viszont erre kell egy kis időszak, amíg megszokjuk. Én azért nem tükröztem mostanában, mert volt egy elég nagy aszimetria a fogásomban, amit próbáltam korrigálni, hiszen valószínűleg a könyökömnek ez nem tett jót, hogy aszimmetrikusan fogtam a rudat. Ezt nagyjából azt gondolom sikerült, és most újra megpróbálok tükör nélkül guggolást megszokni, és ebben egyre jobbnak lenni. Öröm hír a hétre, hogy a fekvenyomások már jól mentek, a könyökömet alig érzem benne. Itt megállítósan csináltam 3 ismétlést, hát az első még meg volt állítva, a második 2 már csak egy nagyon minimális időre. Versenyszabályok szerint fenék a padon, és ezt viszonylag jónak értékelem. Egy olyan 125 körülre várom majd a maximumot, de hát ezt még meglátjuk. Volt a héten még nehéz egykezes munka, ugye ez a könyökömet egy kicsit jobban kíméli. 45 kilósokban nyomtam 4-es szériákat, meg azt hiszem volt egy 5-ös is benne. Hát ez már úgy nehezebb volt, de jó érzés volt dolgozni ezzel is egy kicsit. A húzásokat, a felhúzásokat most ezen a héten nagyon könnyűre vettük. 150-ben voltak 4 ismétlések, ahogy a guggolásnál is mondtam, erre is igaz, hogy nem tűnt olyan könnyűnek. Tehát úgy jön föl a súly szépen, de éreztem, hogy ez most úgy nem olyan, mint amilyennek lennie kell. De hát a fáradtságot ki kell pihenni, és aztán jó lesz, ez természetes. Próbáltam több szögből is felvenni a húzásomat, mert valahogy mostanában nem érzem azt, hogy annyira egybe lenne. És egy kis tippet, amit a Bryce Lewis-tól láttam, próbáltam alkalmazni most, ez az, hogy a tarkóval induljunk el, és a mellkas kiemelésével, és talán egy picit jobban egyben éreztem a felhúzásomat. Ettől meg egy kis evezgetés is volt. Tehát nagyjából ennyi a hét.